Folytatódnak az útfelújítások Bonyhádon. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 2022 tavaszán a Fáy utcát fogja korszerűsítetni az önkormányzat. A beruházás 50 millió forintba kerül, ebből 32 millió forintot nyert a városvezetés, a fennmaradó 18 millió forintot pedig saját forrásból finanszírozzák majd. A Fáy rakótereplő azt kell tudni, hogy képviselő szempontból két részre tagolódik, Köllő Roland képviselő úrral, rendszeresen körbejárjuk a Fáy lakótelepet, fölmérni a jogos igényeket és az esetleges problémákat, hogy ezekre orvoslást találjunk. Nagy segítségünk ebben még Antal József úr, aki számtalan tömnek a közös képviselője. Rengetegszer körbejártuk már a Fájt, így fölmerült egyszer már, vagy sokszor már följelült igényként, jogos igényként a Fáy András utcának, itt mögöttem látható a felújítása. És erre találtunk most pályázati lehetőséget. Ugye Bonyhád városa minden évben pályázik a belügyminisztérium keresztül, utak, járdák, hidak felújítására lehet itt pályázni, magyar kormány támogatásával. Az utca megközelítőleg 500 méter hosszú. A tervek szerint a munkálatok során a kivitelezők lemarják az elhasznált aszfaltburkolatot, majd különböző vastagságban kibővítik 300 méter hosszan. Szegélyt is cserélnek, illetve a becsatlakozásokhoz is új aszfalt kerül. Bízom benne, hogy jövő tavasszal, amikor elkezdődnek a aszfalt gyárak dolgozni, akkor egyből neki csaphatunk ennek, és akkor 22-ben megvalósulhat ez a felújítás is. Bonyhádon azért van pár utca, ami rossz állapotban van, és próbáljuk ezeket forgalom tekintetében elsősorban megnézni, hogy melyik a legforgalmasabb utcák, és akkor ennek tekintetében pedig felújítani azokat, amik komoly problémával küzdenek. Itt a körzetben azon kívül, hogy az utcák felújítását tervezzük és szeretnénk ezeken javítani, rengeteg problémát jelentenek még a parkolások. Ezekben nagyon sokat segítettünk, most a szervizúton épültek új parkolóhelyek, padokra volt sok igény idősebb lakóktól, úgyhogy padokat helyeztettünk ki, illetve itt egy nagy faállomány van, aminek a visszametszését, az elkorhatágak kivágását eszközöltük. Az idei évben már két útszakasz, a Kossuth-Lajos és a Winkler Mihály utca is megújulhatott Bonyhádon. A korszerűsítésre összesen 93 millió forintot fordított a város önkormányzata.